egyforma jogokat szeretnénk, mint magyar közösség, nem csak annak egyes személyei. Megtartotta 32. közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség. A több mint 2000 tagot számláló, a magyar tannyelvű oktatás megőrzéséért és fejlődéséért tevékenykedő szervezet éves fórumának a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. Orosz Ildikó, a KMPS elnöke beszámolójában a minőségi magyar nyelvű oktatás visszaállításáról értekezett, valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel közösen megfogalmazott módosító javaslatokat ismertette. Az elnök asszony kiemelte, az ukrán oktatási minisztériummal való egyeztetés eredményeként az alapvető kérdésekben előrelépés történt. Novemberben felgyorsultak az események, és november 24-én a parlament elé beterjesztették a kisebbségi törvény módosítását. Elsősorban a nemzetközi nyomás hatására, főleg a Velencei Bizottság észrevételei alapján. A Pedagógus Szövetség a Kárpátai Magyar Érdekvédelmi Szervezettel, a KMKS-szel, MDSZ-szel egyeztetve kialakította közös véleményét, álláspontját ezzel kapcsolatban, és részletes módosító javaslatokat nyújtottunk be a törvény. Úgy az oktatási kérdéshez, mint az általános kérdésekhez. Az oktatási kérdésben a miniszter helyettessel is egyeztettünk, ahol világossá vált, hogy minden javaslatunk nem fog bekerülni a törvénybe, hanem törvényértékű rendeletekkel módosítják azt, ami nem törvényi keretek közé tartozik. És erre vonatkozólag viszont akkor várni kell, hogy megszülessenek a törvényadta rendeletek. Ebben nagyon fontos kérdések merültek fel, például az, hogy tisztázni kell, hogy az oktatási folyamat alatt mit értenek, hiszen az oktatási státusz az, hogy kisebbségiskola az nem került vissza, pedig ez korábbi jogunk volt, valamint, hogy az oktatási folyamat és az oktatás nyelve nem vonatkozik a szakképzésre, viszont hál' Istennek vonatkozik a felsőoktatásra, tehát ezt már rehabilitálták. Az ukrán delegáció tagjaként részt vehettünk az ukrán-magyar oktatási munkacsoport munkájában. Az elnök asszony részletesen ismertette a magyar szervezetek a törvény egyéb passzusaira vonatkozó módosítási javaslatait, és egyben kiemelte, a KMPS a december 8-án az ukrán parlament által jóváhagyott törvény nyilvánosságra hozatalát követően nyilatkozatban fogja véleményét megfogalmazni. Általános kérdéseket is kértünk, hogy a saját neveinket használhassuk a magyar helyesírási mód szerint, vagy a kisebbségi mód szerint, mert a cirillő rátéráskor sokat torzulnak a neveink, de kértünk olyat is, hogy folyamatosan tudják biztosítani a multitesztek fordítását, vagy az érettségi tesztek fordítását. Jónak tartjuk azt, hogy a kisebbségiek, akik elkezdték az oktatást a liceumokban, azokra nem vonatkozik az a törvény, amit 24-től akartak bevezetni, viszont továbbra is veszélyeztette a liceumokat az, hogy ott lehet megtartani a státuszokat, ahol két párhuzamos osztály van és három szakirányt tudnak biztosítani a gyerekek számára. Kértük, hogy a kisebbségi liceumok megőrzése érdekében egy osztály esetén is lehetőség legyen a liceumi státusz megtartására. Számos ilyen apró kérdés van, amit mi a nyilatkozatunkba összefoglaltuk, a véleményünket. Még egyszer mondom, ez a vélemény az első beterjesztett novemberi gyűlés alapján történik, és valószínűleg, ha megjelenik a mostani elfogadott törvény, akkor majd erre vonatkozólag a saját nyilatkozatunkban a módosításokat meg fogjuk tenni. Tegnap elfogadott javaslat. Bocskor Andrea, a Fidesz Európai Uniós parlamenti képviselője online köszöntőjében kiemelte, hogy a KMPS több mint 30 éve egységes hangon képviseli a kárpátaljai magyar iskolák ügyét. Mindig az iskola és a pedagógus jelenti a biztonság és a stabilitásnak az állogát. Gratulálok a Pedagógus Szövetségnek, elsősorban a több mint 30 éve végzett kitartó és elvszerű munkáért, és azért a szakmaiságért, amellyel egybe tudták tartani a pedagógus közösséget, és egységes hangon képviselni a kárpátai magyar iskolák ügyét az ukrajnai kisebbségi politika sodrában. Ami még nagyon fontos, hogy
Köszönöm szépen Orosz Ildikónak azt a kitartó szakmai munkát és elhivatottságot, amit a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség élén is kifejt és végez. És ez a munka azért bonyolult, hiszen látjuk azt, hogy 2017 óta mennyire nehéz ebben a témában ugye mindig napra késznek lenni, hisz az oktatás és kisebbségpolitika folyamatosan változik, mindig vannak újabb dolgok, amelyekkel napra késznek kell lenni, és elsősorban ezeknek a szakmai anyagoknak köszönhetően, vagy ezek a szakmai anyagok jelentik számomra is a muníciót az Európai Parlamentben végzett munkámhoz, hiszen ezekre alapozva tudom képviselni a kárpátaljai magyar kisebbségi oktatás és úgy általában a közösségnek a jogait. Ez a föld túl kicsi. A jelenlévőket köszöntötte dr. Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, valamint Lászlófi Pál, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének örökös tiszteletbeli elnöke. A fórum zárásaként minősítették a KMPS tevékenységét, valamint elfogadták a közgyűlés nyilatkozatát.